Nincs ennek Dehogy nincs, fenn. Ilyen kora anda, hogy vannak? Fel kell lenni, jó reggel. Csöngő. Melyik a csöngő? Ez a villany, ott van a villany. Fogadsz, mi ébresztjük őket? Azt látom, nem fiatalokban. Janó! Cukorfiú, merre vagy? Ne fogd már össze Gizinek az ablakot. Janó! Megérkeztük Jani bátyámhoz, és hát fura volt nekem, hogy nem nyit ajtót, mindig tart karokkal vár engem, pláne mikor nyar van, akkor meg földi eperrel vár engem. Még egy cső... Nem, ne, kiszakad az ajtó, győző! Na befejezted? Ha nem otthon vagy, hallod? Jancsi! Csak a csöngőt. Ha majdnem betört. Jó reggel! Sziasztok! Mi ez a nagy... Ki vagy fénysüve reggel 7 óra? Most infúzióra. Infúzióra mi? Igen. Na hol a kép életem? Hagyd még, mert rohanunk Pestre. Figyelj majd, de hát... Hát Zsolti elvitte. Mi van? Hát... Többet ígért érte. Mi van? Hát azt mondta, hogy veled megbeszélte. Azt a drága képet oda... Most várja, ne akart, hogy kora reggelű, most kikössek a kórházba. Te odaadtad Zsoltinak a képet? De itt könyörgött, ugye? Te odaadtad Zsoltinak a képet? Jaj, hát igen. Hát máshol van. Jaj. János, elmagyaráztam neked, hogyha maga az atya úristen, még annak se adjuk oda, hát ne akart, majd beleverjem oda a falba. Annyira könyörgött. Hát de minek könyörög? Neki a bajom, nem tudom, hogy honnan tudhatta. Ennyire felpörgeted magad? Én azt hittem, hogy veled ezt megbeszélte. Nem az életem múlik, 5 millió forinton, nem! Nem az életem múlik, hogy a mamának az emlékét meg... Most Jani, most ugye viccesz velem, ugye most te viccesz velem. Nem viccelek, hát most te bolondozol velem. Beszélj meg Zsoltival. Hát a gyerünk, mert még nekem foglalszok el menni, gyerünk. Testvérek vagytok, most miért nem adtam volna neki oda? Hát de bárja, amit bármit rád bíztam, nem adta oda semmit, de ez csaló, ez gazember, ez szélhalmos. Hát most én honnan tudjam, hogy ez szélhalmos. Elvitte a fényképet, hogy a jó Isten, ne nyom, nem tudom, szájtíz életem. Jó van, semmi baj, fodrászom én. Az a legfontosabb, hogy te fodrászom ennyi. Az a legfontosabb, meg kell találni ezt a csaló szélhalmost. Hát de miután megmosták a hajamat? Édes élet. De tényleg. Mondjuk. Mit hagyjuk? Hogy lett ilyen Jani bátyám? Hogy lett ilyen Jani bátyám? De mondd már nekem, mikor gyerekkorom óta őt szeretem a legjobban a bácsikaim között. Gyerekkorom óta őt szeretem a legjobban, az életemet rábíztam volna. Erre odaadta Zsoltinak a képet. De hogy? Mit csinálhatott Zsolti? Mi az, amit Zsolti csinálhatott neki? Mi? Mondja már meg nekem valaki. Most meg ilyenkor örülök annak, hogy ez nem az én rokonom volt az, akinek odaadta a képet. Hú, de örülök. Most ebben mit lehet örülni? Ha akkor az én, akkor még átmondanám. Mennyi az idő, 9:30, ma be kell vinnem a fehérjét is. Ne! A tegnapi kaját itt nem büdöbbüzöl. De Bea, ha most ez kell lenni, hogy győző, úgy, mit győző? Hú, de büdös. Na. De mi az is kicsoda, eh? Igen, tessék. Szia, Dezső, parancsolj! Szia, cső! Csak az a helyzet, hogy beszéltem a Zsoltival, mit vinne be neked Zsolti? Nem tudom. Ugye Zsolti ma megy hozzátok be? Gondoltam, szólok, hogy lehet a fejtartásra megnézni. Mikorra ír be Zsolti hozzátok ma? Beszéltek, hogy fél óra múlva ott vagyok, Dezsőkém, ott vagyok. Megyek oda, szia, Dezső, hello! Akkor viszi eladni a képet, viszi eladni, de elpróbálja adni a képet, engem a jóisten szóljon magával, ő eladja mamának a képet. Én! A testvérségből kitagadom őt, a testvérségből! Üdvözöllek, szia! Hoztam még egy portékat, ide meg tudjuk ezt nézni, megmondom őszintén. Én Győzinek nem akartam semmit szólni, Jani bátyámtól elhoztam az anyagot. Én úgy érzem, hogy ebben nagy pénz van. Tehát erről beszélt, erről van. Így van. Telefonon nagyjából felvázoltam, hogy ki kivel van. Én azért gondoltam, hogy ilyen régi anyagból van, ezért a hátul is nézzük valamit meg. A papír is. Hát igen. De a papír van egy 56 millió. Nem mai. Na. Én úgy gondoltam, hogy ez egy 10 millió forintot azért csak kapok ezért. Én a képet elhoztam Jani bátyámtól, és a bizniszt én fogom megkötni. És adok belőle pénzt Győzinek is, meg Beának is. Mert engem illet meg a képnek az ára. Minden nem örökölhető. Hát én is a nagymama onokája voltam. Mert Győzőnek meg kidobnak belőle, megmondom őszintén 3 milliót.
Meg tudjuk úgy csinálni, nem kéne neki semmit mondani. Itt volt a Zsolti, kifizetem. Na, ez a beszélj. Múltkor is jó volt az anyag, amit hoztam, nem a kupa? Tökéletes volt. Mit tudunk ezzel csinálni amúgy ezzel? Nézd! Tulajdonképpen, hogy elnézem a készítő alapján, hát ez úgy fedi 8-10 milliót, azt úgy. Na most kicsit fel kell újítani. Hát ez maga dolga, ezt levonja tőlem? Levonva se kerül az összeg kifizetéskor? Vagy hogy? Ezt megbeszéljük egymással, tudod? Mutasd meg egyeztünk. Meg, én szerintem is köszönöm. Még szerintem is. Gyere, légy szíves, mi az tízd, akinek a tudod, na? Ezt hogy gondolod, hogy dolgozik? Szia Tomika, Dezsi! Hol? El kellett mennie valóvá, most én vagyok. Te ezt hogy gondoltad komolyan? Ide nézzél rám, te ezt hogy gondoltad komolyan? Mikor megláttam Győzőt meg Beát, kisalpadtam. Kétségbe estem. Hogy kerültek ezek ide? Ezt hogy gondoltad komolyan, hogy elhozod a festmény? Jani bátyám, mit adtál? Álljál meg! Velem beszélj! Bocsánat, elnézést! Komoly helyen vagy. Hogy gondoltad ezt te komolyan? Gyere majd, na, múltkor is hoztam majd egyet. Tamás, ezt én örököltem mamamtól. Azt nem érdekli, Tamás. Nálam van a szertifikáció, meg minden. Így van. Tamás, nem annyit mondja meg nekem, hogy megnézted a képet, eredetiségét, meg minden. Tamással megbeszéltem mindent, ma lárakodjam. Mennyit ér a kép? Én ma megegyeztem 4 millióba csak. Milyen 4 millió? Mi között van neked hozzá? Hát jelentenek fel a rendőrséggel. Mi között van neked hozzá? Mert szóval az uradnak ne úgy nincs ott. Mennyi? Hát bizony, én 8-10-et mondom. Figyelj ide! Hogy gondoltad te ezt? Még egyszer megkérdezem tőled, hogy bejavar magad a propész, adja neki oda, hagyd menjen magának haza. Menjél magadnak haza, és még egyszer, te valamit elhozol, amit rám hagyott mama. Ott volt mama betegen, ott rosszul veszik. Leszel, mi ideges kide, rosszul leszel. Akkor egy se jött. Van neki 11 gyonokája, egyet 11 gyonokája, egy se segített, te se jött, ti pálmaskodta. Egy narancsot nem hoztál neki, egy üdítőt nem hoztál. Nem tisztázunk le. Ő belőle a dübeszél. Milyen dübeszél? Ez a kénykép az enyém, ifjabb Gáspár Győző. Ne legyél annyira pénz. Senki nem mondta, nem a ti. Akkor minek hoztad el? Bizniszélni akartam. Feljelentelek, minek hoztad el Janitót? Akkor abban csináljuk, még nem tisztázzuk le a dolgokat. Megbeszéljük otthon papuval, mamával, testvérekkel. Tudja ezt arról, hogy természetesen... Nagy ma, te mondjad ma, amikor te mi kifizeted. Hát ide bejön. Mennyi magadnak haza? 1000 forintot adtok. 1000 forintból bízd el. 1000 forintot adtok. 1000 forintból mennyi magadnak? Mennyi? 1000 forintot adtok. Zsolti, mennyi? Hát ez én nem tudok venni. Akkor mennyi magadnak? Kérjék, kölcsönök. Köszönjük rá. Mennyi magadnak? Itt van 1000 forint. Menjék itt a helyetokra. 1000 forintot. Szégyed el magadat. Te! 1000? Adjatok valami, de 5000-et? Mennyi? 1000 forintot adtok. Na akkor ma kutya legyek, te meg mindjárt meg van. Ne vágjál meg! A te kalpótlásod, amit a nagymamat örököltük, egy centit nem kaptunk. Hozta a kalpótlás bubamat? Na szépen leülsz odaja, nekem nem teszed tönkre a festményt. Nekem te nem teszed tönkre a festményt. Nem akarok tönkretenni. Tamás, még egyszer! Hiszem, ide maga a Jézus jöhet, mi neki is adjuk oda. Mit kell a mai időt? Győzőre, kijön egy négy lábon guruló járvány. Majd abban, amit nagymamától örököltél egyszer, parancsol. Neked ezzel mi bajod van, nagymamától örököltem? Neked mi bajod van? Képes leszel odaadni, csak az, hogy te ruhakot vegyél belőle. Nehogy ruhat, kocsit vennék ma, kicsit nagyobban. Beana kocsit, hát persze! Persze, a szegény mama meglátna más világról. Ija Isten őrz, ments meg engem, uram, Ija Isten őrz, én nem adom ezt a festményt. Nincs az a 20 000-es, nincs az a trillió, millió biléta, hogy írod adjam ezt a képet. Nem! Azt volna szíved beülni egy kocsiba, amit én nagymamától örököltem, de! Hát inkább kocsiba ülök, mint ezt lesen, marhára. Te normális vagy? Hogy én a nagymamámnak, amit neki rám hagyott, az kocsit veszünk róla, hogy összetörje valaki, beléd szaladjon. Ez meg ott van örökké. Hát nem. Innen egyenesen a szalomba megyünk. Milyen szalomba ha megyünk? Ha megveszem a kocsit. Vedd meg abba, amit te örököltél. Egyenesen oda megyek, ahol a kocsi kigurul. Ez a festmény elgördül, a kocsi meg kigurul, belemegyünk. Akkor én ma nekem álljon meg az életem, hát ebből örökölsz még egy centit is, ez a Jányoki. Tamás, elnézést kérdezik, hogy kiabáltam, elnézést a hölgyektől is, de hát odaadom a bácsikamnak, az képes odaadni. Tamás, senkinek! Még egyszer! Viszlát! Köszönöm, sziasztok, elúgy, Tamás! Nem szégyeni magad, kocsit veszeszem a képen, ez szégyen.
végre. Mi az, hogy na végre? Azt hiszem, hogy bent alszol. Bocsánat, elnézést. Neked mi a bajod? Mi az, hogy kocsit veszünk? Arra van most a legfontosabb bízink, hogy most kocsit vegyünk, mert nincsen itt a kocsi. Hát csak adja, hogy ne kelljen bérelni a kocsit, na. Nem magyarázzam, tempó. Mádom el ezt, amit mama rám hagyott. Eddig három évig opóta a izébe, akkor már most adjuk elé. Fejezd be magadot, ajtsa magadot. Fejezd be. Nem az, hogy nem adjuk el, el fogjuk adni, és akkor egy új kocsi lesz, mert nem fogunk tovább bérelni az autót. Akkor ma én ugassak, mint kutyér, ha neked új kocsid lesz. Úgy ugassak, ma kikészítettetek. Mama, te is, meg Zsolt is kikészítettél. Engem nem érdekel, nekem most új kocsi kell. Akkor menj ott, vegyél fel az igazdaságot, hát, vegyél magad. Mit azt te? Ott a Riherongyal aludtam. Elég, be van fejezve, el lesz adva. Megbeszéltük, amikor hazajött, hogy ezt el fogjuk adni, akkor most ebben mi? Azért, mert most ott aludtad, akkor még kell elaludni. Ki lehet ezt takarítani, le lehet hipózni. Kimondtad a szót, kimondtad a kulcs szót, meg van hirdetve. Tudni akart, holnap jön az első bevő. Miért te meghirdetted a Pesti haza? Na meg! Na, hol van a kulcs? Na, kérjél meg szépen! Győzőnkkel, légy szíves, nyisd ki az ajtót! Győzőn, nyisd ki az ajtót! Győzőnkkel, légy szíves, nyisd ki az ajtót! Itt a lépcsőházban senki nem kíváncsi a dumarra. Nyisd ki az ajtót, vagy betöröl. Győzőnkkel, légy szíves, nyisd ki az ajtót! Légy szíves, nyisd ki az ajtót! És csókolj! Nem otthon vagyunk, hanem Budapesten, egy panelban, ahol vannak szomszédok is. Akkor győzőnkkel, légy szíves, nyisd ki az ajtót! Győző, légy szíves, nyisd ki az ajtót! De fárkos. És mit kell elabni? Azért, mert itt kellett a maga külön. Hogy többet ne lakhassa itt senkiben. Olyan egyértelmű. Jaj, itt a ruha, amit kerestem. Olyan büdös van. Mind van Bea, azt hittem, hogy ezt a varrónő néhagytam elveszített. Itt vannak a pólójaim, basszus. Abban a lakásban belépve, amiben Győző hetekig lakott, igen, rossz érzés fogott el, így elméláztam azon, hogy most úristen, most itt mit csinálhattak, most itt mi történhetett. Itt aludta a nővel, jobb, ha terasztakarítattad volna levele, kipucolta volna az ablakokat, erre nem volt eszed. Én most mi a bajod? Egyet nem mondok neked, hogy ebben a ház emlékek vannak, nem hogy elhagyjuk. Ez a baj, ettől az emléktől akarok megszabadulni. Itt raha. Van ma, itt vagy, megcsinál a Püslaci, itt vagy, fekete bél. Nem érdekel, holnap ide jön a vevő, itt kikeltek, holnap reggel jön be. Ide úgy tud olyan vevő betenni a lába, hogy repül is. Ezeket a képeket elszállítom, remélem ezek még nem muzeális értékűek, amit az a nyalbóban. Úgyis mindig az van, amit én akarok. És ha én azt akarom, hogy eladjuk, hát akkor eladjuk. A máma nem megyünk az Emlin Pestre, lánci, sétálunk, romantikázunk. Egy gyere majd apu mellé. Mindenhol piszok van. Ha mi az óvszeres izé? Micsoda? Ez egy ilyen izéje. Gyere majd ide, és szívem. Nem akarok most itt. Gyere, itt van a parduc is, a gyere. Ez van te. Szintén lefaradtam idegen. Most ebben a képből nem lehetne venni egy kocsit te. Melye? Most őszintén... De Bea, most beszélgessünk nagyon őszintén. Béreljük azt a rohadt Bea. Kocsit, kiadod a nagy pénzt, értem? Bea, te béreljük. Most akkor hallgassal a normálisan. Oké, de vennék egy kocsit, Bea. Ami a sajátunk lenne, nem kéne bérletid, így kiadnád egyszer. Azt akkor jó, Bea. Azt van évek. Bea, elmondom akkor, most lehet, hogy nagyon meg fog sértődni, de elmondom a jogokon. Feleségi az embernek lehet sok, de gyereke csak kettő van. Lehet 3-4. Én, amit mamamtól örököltem, nem a feleségemnek akarom odaadni, hanem a gyerekeimnek. Most lehet, hogy megsértettelek, de a gyerekek, azok az én gyerekeim, az én vérszerinti gyerekeim. Te meg csak a feleségem van. Ne haragudja, a nagymamam az az én vérszerinti nagymamam volt, és nem te fogod élvezni a kocsit, mert nem én, hanem majd Jelverinca meg Virág vesz magának rajta, amit akar. Úgyhogy ebből te nem örökölsz. Se te, se én. Megfülöttem, Na, örülök! Fölöttem, csinesbadomom magam, jó? Jó, van. Na, igyekezzek, jó? Legyen a vevő, igyekezzél, mert... Egy... De ugye visszaérsz, ameddig rejön a vevő. Remélem, hogy elcsomáljuk ott tárkani. Holnap is. Jaj. Aha. Lavaj, Bea. Bánged, de mi? Jó, hello. Szia. Hey, csak Jennifer Lopez pólóba jött, ki van íz és sminkelve legyünk. Mivel nem túl jól aludtam ebben a pesti lakásban, úgy gondoltam, hogy igen. Mégis jó ötlet az, hogy most eladjuk. És egy csöppet sem volt lelkiismeret furdalásom. Jó van, én nekem el kell mennem, már jövök, sietek vissza, értetlen csalá. Van rajtad a gatya? Mi van fordítva? Mert ilyen ez a nadra. Forduljál meg. Hogy forduljak meg? Tényleg de úgy van. Kötényben. Így hát ez kell. Olyan, mintha kötényben lennék. Na jó van. Üdvözlöm. Csakorom. Üdvözlöm, miben segítem? Na olyan volna, hogy
2009-ben a nagymama halál előtt megajándékozott engem egy festménnyel, és van itt egy közjegyzői okirat, a hivatalos másolat az nálam el van téve szépben, és itt egy fénymásolatot hoztam. Közben én mondanám ügyvédnő, hogy mi az ábra. Gáspár Zsolt, mivel hogy vér szerinti rokonok vagyunk, úgy gondoltam, hogy ebből a festményből ő is részesül. Azért mentem el az ügyvédnőhoz, hogy lenyugodjak, hogy igenis engem nem lehet kitúrni. De engem annyian ki akarnak túrni mindenhonnan. Engem csak a testemén keresztül lehet kitúrni. Mivel nagymama ifjabb Gáspár Győző 74. január 4-i onokáját hatalmazta fel, hogy a festmény az övé, ezért meg kéne nézni, hogy kit illet meg és hogy illet meg jogilag. Kiderült közben, hogy a festmény 10 millió forintot ér, és ezért Gáspár Zsolti úgy gondolja, hogy ő elmegy a végtelenségig. El tud-e menni Zsolt a végtelenségig? Ki tud-e engem ebből az örökségből túrni? Illetve tudunk-e harcba menni, mint testvér? Ez lenne az én kérdésem, mert én úgy gondolom, hogy nem. De figyelj, van neked van neted? Elém alig megy, ez tiszta bolond. Van, de most nem vagyok fönt, mivel megjött volna a vevő, az még nincs kitakarítva. Itt is itt van mindenek. Ne is húzzam, vagy... Jövök! Szia! Hello, szia! Szia! Krisztián vagy. Gáspár Gáspár. Győzi keresem. Én vagyok a hirdető. Ja. Úgyhogy engem keresel. Ja, férjem most nincs is itthon. Ja, csak úgy remélem. Csak az ő neve szerepelt a hirdetésben. Ja, ja. Oké. Okay. Ez lenne a ház, mert most éppen takarítunk. Nagyon tetszettek az elosztások, a szobák, a fények, úgyhogy azért is jöttem. Van ez a feketés szoba, ott előbb mindjárt van egy mosdó, de itt van egy szoba, így berendezéssel együtt eladó, hogyha esetleg értek. Ezt akartam kérdezni, hogy berendezés marad? Hát marad, igen. Aha. Most hát nézze, ezt a szerződést 2009-ben kötötték meg. Így van. Az ön nagymamája Rácz Dezsőné, az ajándékozó, még nyilatkozattevő, ön pedig a megajándékozott fél. Ön köszönettel el is fogadta ezt az ajándékot, és én úgy látom, hogy ebben a szerződésben kellőképp körülírásra került maga a festmény is, tehát szerepel benne. Ön ezt köszönettel elfogadta, ráadásul közokiratba is foglalták, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez szinte támadhatatlan. Tehát nem gondolom, hogy egyszerű dolga lenne a testvérének akkor, hogyha ezt meg szeretné támadni. Nem veszik fel. Hát jó lenne a rádunálnak, mert... A rezsise sok itt. Itt hagyom a foglalót, hogyha meg tud vele beszélni. Ja. És akkor feleslegesen jöttem ide? Hát nem jöttél feleslegesen, esetleg vissza tudsz jönni délután? Hát mi ez a délután? Hát hány órától? Mit tudom én? Mert mondtad, hogy volt már egy fél órát, mondott és egy óra múlva jött. Te, én visszajövök szívesen, csak akkor tuti. Délután, este 6. Este 6? Hát után jó? Jelóka, jelóka! Mi a helyzet? Mi a helyzet? Jó el. Ha nem vitt rabban. Mi van? Hát mi van, hát el? Hát a rakló volt ma itt. Volt. Hát mikor volt itt a rakló? Csak elmondta, hogy 40 perc. Mikor volt itt a rakló? 40 percre. 1 óra 40 percre. Hát mikor volt itt a rakló? 1 óra aljas. Na fiam volt. Hát ilyen... Érdeklődő. Hát ő... Megveszi, nem veszi. Azt mondja, 6-kor visszajön, itt maradunk, hát így nem. Nem tudok itt maradni, el kell menni, mert a kocsiban van a festmény. Valaki feltörni a kocsit, gyerünk, mennünk kell. De eddig hol volt? Nem mondhatok semmit, mennünk kell, gyere, mondom, mennünk kell. Bele, jövök éppen, nézze, takarítsa, tedd a kapcsolatot, itt mennünk kell. Valaki feltörni a kocsit, jó jól. Gyere, el kell mennünk, mi? És ne kérdezzék. El kell mennünk. De hova menjünk? Nem mondok semmit, bele, majd jövünk. Na, de akkor jön a rakló. Mi most a rakló, hát jó, akkor foglalkozzon vele, te gyere, menjünk el! De hogy foglalkozzon ővel? Jó, akkor majd visszahívjuk, gyere, által most van fontosabb dolog. De mi? Nem mondhatok semmit, gyere! Gyere, nem mondhatok semmit, menjünk! De hova? Hol a festmény? Nem mondhatok semmit, feltörik a kocsit, gyere ma! Na. A kocsi baba? Gyere ma, ott van a kocsi, gyere! Na, gyere ma! Ez mindent egyszerre csinál. Na, gyere ma!
hogy te abszolút nem veszed figyelembe azt, amit én beszélek, de olyan, mintha a falnak beszélnék körülbelül. Mondom, jön a vevő, gyere haza, ne legyél ilyen sok, jó? De ki tudta, hogy ilyen sokáig leszek? Tudta, hogy ilyen sokáig leszek? De hol voltatok? Hírosíratlan voltam, az ügyvédnőnöm nézze meg a papírt, hogy Zsolti belém tud-e kötni, belém tud-e támadni a családom. És azt mondta az ügyvédnő, hogy kizárt dolog. Rendesen hitelesített okiratom van rajta, mondja. Az, hogyha van ez a festmény, ugye itt igen, a hatunk előtt. Így van. És ha ez ér valamennyit, igen, a bármennyit, bármennyit, igen, nem az lenne a sima, hogyha ráadhattak, vagy azért... Végül is van egy testvéred, hogy azért megfelel. Miért adjak én valakinek belőle? Ha miért adjak én valakinek? Megmondta az ügyvédnő is. Ha miért adjak én valakinek? Kinek mi köze van hozzá? Eddig is így csíma a fél. Most meg megyünk egy helyre. Egy olyan helyre megyünk. Gyerünk be haza. Nem, mert össze mi nem várnak megyünk haza. Gyerekek, nem megyünk még haza. Van egy csávó, aki... Micsoda, a... Ha azt is a gyereket majd visszahívom, hogy ne jöjjön hatra, mert ma úton vagyunk hazafelé. De most még nem, még el kell mennünk egy helyre. Milyen? Van Magyarországon egy cég, akik nem adja ki a nevüket, inkognitóban vannak, ők ilyen nagyértékű tárgyat tesznek el, arany, ékszer, gyémantok, festmények. Na, de azt még hiszel? És odaadjuk neki a fényképet, és elviszi, és letétbe helyezi. Vigyázz! Mi van? De mi van? Isten. Mi van? De majdnem, majdnem ennyi lett az ötös lott, most mi is lett az ennyi? Hát vigyázzam, az a két felfordulat. Hát lassabban menjünk. Most elmünk egy csávóval találkozunk. Ide figyelj, engem nem érdekel semmilyen csávó, én nem bízok meg senkibe, semmilyen csávóba, semmilyen vadidegenbe. Ha te ezt a festményt oda próbálod adni valakinek, így tégedet, nem is tudom, hogy mit csinálok vele. Hello. Sziasztok. Szia. Mi még nem találkoztunk, Gás Fagyőz, a kollégádat ismerem. Szia. Na akkor... A feleségemben, akkor elvihetnéd a képet, jó? Rendben, nálunk biztonságban lesz, azt jó? Azt tudom, azt tudom. De hol őrzitek meg? Azt lehet azért tudni? Az biztonságos nem, helyen. Nem biztonságos helyen. Jaj, hogy biztonságos helyen. Aha, értem. Főnökeim ebbe profik. Aha, értem. Figyelj, hát, állítólag ez egy igen értékes festmény. Mi az, hogy állítólag? Ami mi több ugye? Milliót ér. Mi az, hogy állítólag? Hát most ezt mondta a becsüs. Mi az, hogy állítólag? Te miért degradálod le nagymamámot? Jó, jó. Miért abban a kocsiba, azt olvassal ma magadnak. Ennek eszmei értéke is több, mint 10 millió. Ma csak és akkor most ő kérdezte, hogy mit reggeliztél? Kérdezte? Nem. Ő azért tudod, hogy elvigye a képet. De ne haragudj, de én nem bízok meg így senkiben. Most az, hogy most te vigy... És akkor menj, ezért fizetni kell, ugye? Nem, majd ingyen csinálja. Persze. Persze. Hát szerinted? A pesti lakásban ingyen van megőrizve. Jó, akkor menjél be te a pesti lakásba. Tegyük be, jó? Pesti lakásba. Pesti lakásba. Na Bejának milyen ötlet tetszik? Azon kívül shoppingolunk. Mi tetszik neki? Nagy faíra, kloki öltözve, fekete kabátban, 40 fokban, nyakkendő se volt rajta. Faíra, klo volt, ha mi tetszene, hogy jött volna neki izé, Ricky Martin. Aha, ma vannak itt több megőrzési dolgai? Aha. Igen. Értem. És akkor, igen, hogyha én ezt győző, mit tudom én, van vele valami, bekerül kórházba, én akarom ezt a képet megkapni. Na jó, üljél maga akkor a ezt hogy tudom megkapni? Hát, jó? Jó, akkor ez a kép marad a Pesti lakásban. Most mi bajod? Ne arassal már előtted, maradjál már, hát most mi bajod van? Hát neki a baltás, mert törjük már össze jobban. Most mi bajod van? Most mi járatod le a raklőre? Nem járatom, elnézést. Akkor várja, mája maga. Én vagyok a bűnös, nem mondom, hogy nem ér a kép 5 forintot se. Ha ne nézi ma a hírját. Csak azért akartam, hogy bepalizzam az beszéljétek. De most ahogy beszéljük. Ne beszéljétek. Igen, ne égess én ma le. Dehogy égetlek le, magamot égetem, nem téged. Mivel égetlek? Gyere, segítsem a kollega, bocsáss meg. Dehogy segíts. Hát de most ne legyél ma olyan nagy asszony. Velem tűnj ordítsa. De se ordítsa vele, most ide hittem a gyereket. Most add ma a ideje. Ha szeret, ha újra visszajön. De mihez újra visszajössz? Hát most azért jött ide. Hát azért jött ide. Hát azért jött ide. Hát most nem hiába okomra hozattam őt a belvárosból. Győző. Mit győző? Hát megbeszéljük a kocsival. Most így kell, akkor most akkor azért jött ideje. Haragudjam, ma még én azért fizessek, hogy valaki vigyázz erre a képre. Ne haragudjam, még azt is kiveszed a kezemből. Hát azt tudod, mivel legyen értékű? Mivel legyen értékű? Hát ez többbe kerül, mint a családi pótlék. Nekem erre nincs pénzem. Nekem erre nincs pénzem. Nincs pénzed, így kiabáltatsz. Akkor köszönöm, barátom. Jó, ne haragudj, de hát akkor ez van. Ez van. Most ezzel mivel lettél okosabb, de csattot kötté ideje? Olyan vagy, mint mamaka nekünk. Ide jön a raklójat, akkor így járasz le. Viszlát, szia. Ezért kellett ilyen messzire kijönni, hogy lett volna most is csinálnom.
Hát akkor nem sietek az ügyvédnőtől. Nem sietek az ügyvédnőtől, te nagyon jó vagy nekünk.